Vendégünk az Újpest győztes góljának szerzője, Kylian Hazard, szeretettel köszöntelek, de még mielőtt megkérdeznélek a találkozóról, nézzük meg együtt ezt a bizonyos szituációt Bozsi Péter elemzésében. Oké. Azért választottam ezt a szitút, mert... Ebből így nézett ki ez a te szemszögedből is? Úgy gondolom, hogy igen, jól hozta a labdát. Les défenseurs ont bien pressé, ils ont jól jöttek a védők, Lencse jól átment rajtuk, gyors volt, és bement a védő elé, láttam, hogy Négo nem követ le engem nagyon közelről, úgyhogy amennyire tudtam, futottam, Lencse otta és ment, sikerült. Miből adódott ez a nagy sebességkülönbség köztetek itt a végén? Úgy gondolom, hogy a Videoton játékos nem gondolta úgy, hogy Lencse megkapja a labdát és át tudja adni, ezt nem látta a Videotonos szerintem. Én bíztam abba, hogy Lencse átadja, és futottam, és sikerült. A Videotonos lemaradt, és én meg megkaptam a labdát, és azért sikerült. Milyen játékostárs, milyen játszótárs Lencse László egy hét után? Comme collègue, je le connais pas encore vraiment beaucoup, mais bon, hát igen. Hát ez a legjobb, amit kaphattam, ez a legjobb, ami történhetett, úgyhogy remélem, hogy így játszunk tovább is. Azért az Lencsét dicséri, hogy ilyen gyorsan be tudott épülni, és ennyire tudja már pont. Az volt a probléma, hogy amikor Mbaye volt ott, sokszor rászámítottunk a győzelem ügyében. Lencsével, ő egy numero 9, aki a csapatnak játszik, és a csapatnak játszik, nem csak magának. Úgy gondolom, hogy akkor nem csak ő rajta múlik, hanem tényleg csapatjáték részeként fog ő érvényesülni. A végén azért már tőled is jöttek a gólok, mennyire voltál elégedett az ősöddel? És milyen lesz a tavasz Kylian Hazard szempontjából? Minél több új gólt igyekszem berúgni természetesen, és minél több helyzetet létrehozni a többieknek. Még az a fontos a számomra, hogy a csapat haladjon, fejlődjön, és nyerjünk, és együtt nyerjünk. Ha tudok gólt rúgni a csapatnak, és ezzel segítem a csapatot, akkor ez nekem is jobb lesz nyilván, és a csapatnak is, de így gondolkodom együttesbe. Két rangadót nyertetek egymás után gyakorlatilag, igaz, több hónap telt el közte a Ferencváros elleni derbivel, zártátok, és most a Videotont, a közvetlen riválist győztétek le, ez nagyon komolyan megmutatja az Újpest erejét. Ti hogy érzitek, mire lehettek képesek tavasszal? Úgy gondolom, hogy támadó szinten sok köztünk a technikai játékos, szerintem a védelmünk egy picit más, hogy működik még. Megmutattuk, hogy a Ferencváros és Videóton ellen is képesek vagyunk győzelemre, hogy erősebbek vagyunk, mint ők. Megpróbálunk így menni tovább. Az egész Hazard család nagyon nyüzsög egyébként az Instagramon, azt tapasztalhatjuk, hiszen itt vannak Kylian bejegyzései, ugye folyamatosan posztolod mindazt, ami veled történik. Talán egy picit jobban szét tudom dobni, nem a tollamat, hanem a képeket, hogyha fölállok. Itt Bárdival vagytok, szóval úgy tűnik, hogy nagyon jól érzed magad Újpesten, és nagyon magadévá tetted a klubot, és jó itt neked. Nem úgy, mint Diánynak. Őszintén szólva, nagyon jól érzem magam. A klub nagyon jól elfogadott. Nem mint a kettes számú testvér, vagy a nagy testvér kis testvér, hanem mint Kylian saját jogomban. És nem pedig valakinek a kis testvéreként, hanem saját jogomon vagyok elfogadva. De hát itt meg valaki úgy érzi, hogy ő meg valakinek a testvére, mondjuk kis testvére is lehet akár, hiszen Újpest
es mezben látjuk a testvéredet, Eden Hazard. Ezt tőled kapta? Bah oui, le, bah, igen, igen. Le problème c'est que hát, quand on a un frère qui s'appelle Eden, pour az a probléma, ha van egy Eden nevű testvér az embernek, akkor nem tudjuk, mit adjuk neki karácsonyra, nem tudunk igazán mit adni neki, úgyhogy hát akkor gondoltam, küldünk neki egy Újpest meszt, mert ezt úgyse tudná megvenni másutt. Ennek nagyon örült is, és úgy tűnik, hogy tetszett is neki. Jót mosolyogtam én is a képen. Örültem, hogy értékelt az ajándékomat. Beszéltek napi szinten akár a futballról? Oui, on se parle tous les jours. Igen, igen, minden nap a beszélünk. Ugyanaz a munkánk végül is. Igyekszünk segíteni egymást. Én vagyok a kisebb testvér. Hogy inkább ők segítenek, ő segít. Én pedig meghallgatom őket, és hogy működjünk. De azért hallottunk olyan történetet is, amikor késsel kergetted a konyhaasztal körül gyerekkorodban. No, jaj, nem, ne, jaj, nem, nem, nem. Hát azért nem, futottam utána a késsel. Csak az asztalnál volt valami. Csak meg akartam ijeszteni egy kicsit. A család fotóit, azért kicsit elmerengünk, hát ha egyszer mindkét Hazard fiú hazánkban futballozna. Bár a 20. forduló közel sem hozott gólcsúcsot, most nézzük meg a játéknap három legszebb találatát.